állapot, ami a fejeden van, azt én most képzeletben megemeltem előttetek, mert ilyen mélyről felelni azt hiszem, hogy csak a profik tudnak. Hát igen, ez valami fantasztikus dolog, ami ma itt történt. Személy szerint még most is így, mert az érzések keringenek bennem, hogy úristen, hogy tényleg egy vesztes meccsel a legboldogabbak vagyunk, és idei első vereségünknek jobban örülünk, mint bárminek. Tényleg valami csoda volt, amikor a szívvel tudtunk ma játszani itt a végén, mert azért a meccs közben nagyon-nagyon akadoztunk. Azért ott 6 gólnál sokan elvesztették a hitüket, de ti nem. Igen, nagyon ez volt bennünk, hogy ne adjuk fel az utolsó pillanatig, és ahogy fogytak a percek, ez egyre nehezebb volt, de ebből látszik, hogy tényleg profi csapat vagyunk, és egymásért is tudunk küzdeni. De azt hozzátenném, hogy amikor látták a szurkolók, hogy jövünk följebb, majdnem robbant a csarnok, és ez akkor erőt adott szerintem mindegyikünknek, a Valcsát meg nyomta lefele, hogy egyszerűen éreztem, hogy ennek meg kell lennie, amikor már 3 volt közte, és robbant a csarnok, ez valami fantasztikus volt. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy kaptatok egy plusz embert, és azt gondolom, hogy ilyenkor rengeteg erőt tud adni. Egyértelmű. Szerintem enélkül ma nem sikerül, és tényleg megint megmutatták nagyon sokat szorra, hogy ők itt vannak mindig velünk, és ilyen helyzetben nagyon-nagyon tudnak segíteni. Mi lesz most? Nyilván jön a döntő, de előtte azért kaptok egy kis pihenést, meg lehet egy kis ünneplés, nem? Hát nem tudom, mi lesz, mert ugye a bajnokság folytatódik, de most szerintem az edzés után megtudjuk a programot. Biztos lesz egy kis fújni való idő, hogy tudjunk fújni, mert nagyon elfáradtunk, de hát azért egy kis boldogság, egy ünneplés így szolidan biztos lesz, mert hát szerintem sokan vannak úgy, hogy még mindig sírás kerülget minket, mert és írni is, hogy győztesnek szabad, úgyhogy fantasztikus. Hát igen, épp azt láttam, hogy olyan volt ez, mintha egy döntőn nyertetek volna meg gyakorlatilag. Felért azzal, de igazából itt most tényleg ez a lelki állapot játszott közre, hogy ahonnan visszahoztuk, és ez mindenkiből kihozta szerintem a maximumot, és mindenki tudott még hullafáradtan olyan erőket mozgosítani, ami szenzációs, amit a közönség hozott ki belőle. És akkor innentől kezdve már nincs megállás, gondolom, a győzelemig, a BLC-ig. Egyértelmű. Hát nem állunk így hozzá, ugye bárki jöjjön, mindenkit meg szeretnénk venni, tényleg egy ilyen meccs után szerintem most már tényleg ugyanaz a cél lebegjen a szemünk előtt, de úgy, hogy már itt vagyunk a kapuban, eddig még voltak akadályok, most már tényleg csak a vége van, ami kell. Köszönöm szépen, és gratulálok! Köszönöm!